természetesen anélkül, hogy bármilyen párhuzamot vonnánk szörnyű halálesetek között, egy másik halálesetről is hallottunk, és pont azt hiszem, pont az is pénteki napon történt. Emily Hartként híresült el az úr, de hát most már Molnár Richardként többen kimondták, tehát úgy gondolom, ezt megtehetjük most már mi is. A börtönben hunyt el, és Lakatos Levente, aki rokoni szálakkal kötődött hozzá, ő közölt a nyilvánossággal a hírt. Jó reggelt kívánunk, Levente, szia! Csütörtökön történt egyébként, kora este, igen. Csütörtökön történt. Hát ugye Richardról sok mindent hallottunk, ugye emlékezetes ez a bizonyos gázolás, amikor két ember meghalt miatta, utána ugye ítélet született, börtönbe is került, de még először nem került börtönbe, akkor még történtek olyan események, ami kicsit feltűzelt az embereket, mert kicsit provokatív dolgok történtek még ugye a gázolás után. Na, a lényeg az, hogy a börtönben ugye ő sztrókot kapott. Ezt eddig tudtuk az első sztrókról, utána kicsit elvesztettük a fonulat, mert nem igazán hallottunk róla. Mi történt vele utána a továbbiakban? Az első sztrókot azt karácsonykor kapta a Szombathelyen, a börtönben. Ugye itt ezzel kapcsolatban vannak a családnak különböző fenntartásai, mert a bírói ítélet az fogházra ítélte, Szombathelyen pedig fegyház és börtön üzemel, és a fegyház körülmények között volt tartva. A fogház az nem olyan kemény, mint a fegyház, a fogház a legenyhébb, a börtön a közepes, és a fegyház pedig a legkeményebb. Tehát hogy ő egy egyszemélyes cellában volt tartva, bekamerázott cellában volt tartva, a fogházban pedig nyitott cellában, és a rabok egyiket egymásra tudnak kommunikálni. A karácsonyi sztrók egyébként úgy, hogy bekamerázott celláról volt szó, nincs meg róla a felvétel, illetve a különböző papírok szerint az történt, hogy 24 órán keresztül nem hívtak hozzá mentőt. A család ezen a ponton lépett közbe valójában a dologban, mert azt gondoljuk, hogy a fogvatartás ténye az abszolút releváns, a bírói ítélet alapján ezt meg is kell ugye tenni. Nincs ezzel probléma, a fogvatartás körülményével voltak problémáink, ami viszont közrejátszott az állapotához, mi így gondoljuk. A karácsonyi sztrók után elkezdett lábadozni, tehát hogy már fel is tudott állni a kerekesszékből, a beszéd is helyre jött, az elején nem volt a beszéde normális, hétköznapi. Viszont elkezdett az állapota romlani március végén elég erőteljesen, ugye az élettársa tudott vele Skype kapcsolaton kommunikálni, nem lehetett látogatni a Covid helyzet miatt, és a Skype-on tudtak kommunikálni, aztán hogy ilyen egy órás időtartalmat tudtak volna beszélgetni, és 20 percet bírt végigbeszélni, és letette utána, vagy megszakította a kapcsolatot, mert mondta, hogy pihennie kell. Ez 3 hete volt nagyjából, és onnantól kezdve is tudott vele beszélni az élettársa sem. Kapott egy agyvérzést, én nem vagyok annyira képbe, hogy a stroke meg az agyvérzés között mi a különbség, hogy hát tudom, az egyik egy elzáródás, a másik pedig egy vérzés. Igen. Ezt húsvétkor kapta, ezt az agyvérzést. Ezt már Berettyóújfaluban az ottani börtönkórházban, úgy van, hogy a Berettyóújfaluban a központi börtönkórház. Igen. És onnan szállították ki az agyvérzés után a helyi kórházban, és ott ápolták, majd Debrecenbe került, aztán vissza Berettyóújfaluba, és végül ott érte a halál. Az nagyon fontos elmondani, hogy te se és mi se nem mentjük föl az alól, amit elkövetett és ami történt. Itt, amit ugye a védőügyvéd és a család is mond, hogy ő tulajdonképpen nem kapta meg a kellő segítséget, ezt azért a Büntetés Végrehajtási Intézet cáfolta. Tehát ők azt mondták, hogy mindent megtettek. A körülmények is olyanok voltak, tehát semmi nem igazolja, hogy ők hibáztak volna. Most hol tart ez a dolog, mit fog tenni a család? Ti unokatestvérek voltak. Igen, az édesanyám a húga az ő anyukájának, az ő anyukája már nem él. Igen. Ugye nekünk van egy állításunk, és erről dokumentumok is vannak, hogy az ő szívműtétje után kötelező jellege fél évente kellett volna kontrollvizsgálatot tartani, és ez nem történt meg a fogvatartás ideje alatt. A család feljelentést tett a BV ellen, tehát hogy ebből még lesz egy kör, hogy kiderüljön, mi az igazság, mi szeretnénk válaszokat kapni ezekre a kérdésekre, úgyhogy az tényleg körüljárt legyen és tényleg alapos legyen. Uh-huh. Hát itt a Berki Krisztián kapcsán is beszélgettünk az életmódról, tehát hogy mi okozhat, minek lehet az okozója vagy következménye. Igazából ugye ránézünk egy képre vele kapcsolatban, akkor látjuk, hogy azért ugye testépítéssel is foglalkozott, és nagyon keményen, az látszik, hogy nagyon keményen szteroiddal van szinte átitatva minden testrésze. Viszont ugye tudjuk, hogy a szteroidnak az abbahagyás az nem pillanat, egyik pillanat a másik történik, hanem fokozatos csökkentéssel. Ehhez képest ugye bekerült a börtönbe, és ott hirtelen megvontak tőle mindent. Lehet-e egyébként okozója egy ilyen, mondjuk egy stroke-nak? Neki volt egyébként korábban egy mellékvesekéreg elégtelenség, ami pont a szteroid abbahagyásából fakadt, ez egy 2003-2004-es diagnózis.
Ez a mellékvesekéreg elégtelenség, ez egy nem tudom betegségnek a nevét, egy súlyos betegséget okoz, és az egyik pillanatra a másikra az emberre tör ez a betegség. Tehát, hogy szteroidozott, és ebből volt is problémája a múltjában. Az, hogy ez mennyire játszhatott közre ez a megvonás abban, hogy az állapota ide jutott, azt nem tudom megmondani, de mindenképpen furcsa, hogy tavaly októbertől idén húsvétig az állapota annyira leromlott, hogy tulajdonképpen vegetatív állapotba került a börtönben, illetve a kórházban. De milyen kapcsolatban voltatok? Tudnak, a testvérek vagyunk, tehát vérszerinti rokonok vagyunk. Mennyire tartottátok? Mi igazániból akkor kezdtünk el egymással szorosabbra fűzni a kapcsolatot, amikor kikerült az első börtönbüntetése, ugye a Kecskeméti Mafia per után kikerült a börtönből, akkor ő változtatott az életén, tehát ő figyelmesebb lett, közvetlenebb lett a családtagokkal is. Úgyhogy akkor kezdtünk el mi is egymáshoz közeledni. Nem voltunk napi kapcsolatban, viszont tudtunk mindig egymásról, illetve segítségkel, akkor tudtunk egymáshoz fordulni, illetve ünnepekkor találkoztunk egymással. Hát sok kérdője van még ebben a történetben, gondolom, hát, hogy a család is ezt még görgeti tovább ezt a történetet. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, hogy elmondtad mindezt.